Üdvözlök mindenkit, Katamori vagyok, ez pedig itt a Binding of Isaac Rebirth sorozatom újabb része. Azt hiszem, 21 rész után már elég nevetséges volt, hogy mindig megszámoztam, úgyhogy ezt tudom, hogy a 22-dik, de nem mondom ezt szerintem minden egyes részben ezentúl, mert úgy is látjátok. Na, mindegy, elnézést szeretnék kérni, hogy annyira kiakadtam az előző egy-két részben, hogy nem ment a játék. Persze ez nem valami fényes dolog, hogy ennyire nem megy, de a reakcióm határozottan túlzott volt. Ettől még igazán lehetne nyugodtan játszani egyet. Hát akkor Isaac-kel, jó? Lehet, hogy végül is az lenne. Ó, oh, na az egy szép kezdés. Egyszerű. Nem, azért azért szívás vágjátok, mert ez semmi extra képesség vagy valami. Ó, oh, legalább a sajátja, hogy kinyírja, igen, azt mindig elfelejtem, hogy ilyen szempontból egész szabadosan kezeli a szövetséges definícióját, a rest. Igen, mondjuk belegondoltok, úgyis felfoghatjuk, hogy egyszerűen csak rest megválogatni, hogy most akkor kitől meg és kit. Nem, anyád! Csak azt akartam, hogy ezt a megírott követ felrobbantsa. Ó, oh, mamá! Csináld már, ember! Köpj ide, légy szíves! Na végre! És egy Box Rotten Hell-t-be is kaptam. Még mellé, úgyhogy ja. Ez már egy egész jó kezdés. Mármint, hogy a körülményekhez képest. Persze ez még elcsesződhet 600 millió módon, de... Ja, például így. De nem. Komolyan fordítva tényleg most... Na most egy használható itemem. Tehát, ja. Igen, egy használható... Felhasználható itemem már van. Ki tudja, mit fogok még kapni. Fire rate up. Na, tessék. Kezdésnek nem rossz. Legalább nem szólja te, igen, szóval... Ó, oh, atya... Ja, várj, nem visszafele kéne menni. Jó, oké. Persze a géppuska epizód után kitekedhetünk abban, mennyire hasznos valójában a tűzgyorsaság. Hogyha nem társul sebességgel, de... Nem sebességgel, hanem sebzéssel. De... Ilyen probléma egyelőre nem fenyeget. Ó, radioaktív kula visszatér. Szarmen kezdődik. Vagy nem is tudom. Szarmen és a sötét lovag. Vagy nem tudom, tényleg a Batmaneket nem vágom annyira, hanem a büdös életben nem érdekelt. Volt egy haverom, aki átfogjuk rá. Aki állandóan cseszegetett régen, hogy nézzek filmeket, mert már mondtam talán valami korábbi részben, de én rettenetesen el vagyok maradva a filmekkel. Egyáltalán nem érdekelnek. Tehát jöttem, hogy most nyilván elismerem, hogyha jó meg minden, de nem érzek motivációt arra, hogy egy jobb filmet megnézzek. Nem, valahogy nem. Nem. A motiváció az nincs meg egyszerűen. Hiába tudom, hogy valami jó lustaság, azt tudjátok milyen. Úgyis most intéztük el a restséget. Na. És egy szaros dobozzal kiszúrják a szemem, nem vagyok túl boldog tőle. Ó, oh, hematémesis. Hát, legalább ez megvan. Más cíneket nem nagyon van, ezeknek meg talán még használt is tudom venni, úgyhogy most kivételesen magamra öltöttem. Tudjátok, nem nagyon pártam ezt a képességet, mert elég lendületesen eldob a francba, hogyha megsérülök egy szobába, és az néha többet árt, mint ha... Ó, oh, oké, okay. Akkor ennyi volt. Pulse Worm újra. Egy Worm Trinket. Egy Worm Trinket, ezt soha büdös életben nem csinálnék le, vagy másra, főleg, hogyha a Pulse Wormről van szó. Ami talán még kompenzálna a szójatének is a hátrányos adottságát, hogy gyenge. Na ez most mi volt? Jaj, igen, a harapós tűz, gondolom, nem vettem észre, hogy megütött. Na mindegy, most nem kéne megsérülni semmiképp. Úgy. Oké. Okay. Jaj, mert pókszövetségesek is vannak, jaj de jó. Annyira bomba vagyok, mert kiment a fejemből, hogy ez a juicy szek, ez nem csak a... ízét húzza maga után ezt a ragadós csíkot, vagy hogy mondjam, hanem azért haszna is van. Tehát, hogy hívja le a pókszövetségeseket, ezt elfelejtem állandó jelleggel. Anyád! Oh, wow! Csak a jól tudtam végül fordítani ezt a képességet, vagyis nem a képességet, hanem végre valamit. És hát tényleg nem tudom, hogy jól alakul, igen. De nem ordiválok, hogy ilyesmit, hogy nincs elkiabálva, én szerintem.
Na mindegy, ezek a römcink, ezek rettentő kreatívak, mert én azt hittem, hogy csak háromféle van ugye, ami... ami ilyen szögletes alakba löveti a nyilat. Nem a nyilat, hanem a... a lövedéket. Akkor valami ugye hullámos van, az eredeti Wiggleworm. És végül pedig van az a... amelyik így megspirálozza. De azt sem tudtam, hogy van az, amelyik így felgyorsítja, az az egyenes. Az a rúd. Edd a Pewsermről, mert aztán végképp nem tudtam. Elég sokáig. Ó, na az egy szép találat volt, nem? Jól nézem. Ez dettó. Most egy idő után kicsit unalmas, de elég gyorsan eltintézi szerencsére. Csak... meg is kell csinálni. Ez a bosszantó benne. Ó, még egy gomba. HP, Tears Up és Sharp Speed Down. Na most akkor lassabban vagy gyorsabban lövök, hogy mi az Isten van most. Jaj, a szapóállart azt kell, ne szórakozz, persze. De a márkat az feltétlenül... meg ja, ezt. Így, soha nem hagynám ki egyébként. Amikor megtudtam, hogy mit csinál. Melyik is a legbetegebb itemek egyike. Na szóval igen, igazából úgy voltam vele egy időben, hogy... és hogy most is úgy vagyok vele, hogyha mondtak egy jó filmet, ami tényleg felkelti az érdeklődésem, mondjuk el is külditek, vagy ilyesmi, akkor azt megnézem. Legutóbbi, amit láttam igazából így konkrétan, amit magamtól néztem, és ténylegesen érdekelt, az az Akira című anime volt, 1988-as. Mondjuk az tényleg az olyan is, hogy szerintem az bőven megéri. Frenetikus, egészen zseniális. Aztán persze valahogy elvonult, tehát eltávolodott, nem is kicsit a eredetileg felvázolt cyberpunk koncepciótól. Elég ilyen, tehát nem értem azt, miért van az, hogy igazából a szányos feloldás kivételével, na az viszont tényleg meg kéne nézni. Szóval annak kivételével, ahogyan tapasztaltam, a legtöbb ilyen cyberpunk regény, sci-fi, az regény, film és játék az mindig ilyen világmegmentős vonalba megy át, egy ponton túl. Aj, nem áll. Igen, most elcseszerintettem, de még nincs semmi se veszve. Ne. Aki a eléggé világmentősbe ment át, vagy nem tudom. Persze a világ végül... hát nem is volt akkor a veszélyben, vagy nem tudom, de... ja, eléggé zavaros volt a vége. Viszont az odáig elvezető út, az fenetikus, az kőkemény vastag cyberpunk volt. Az egy rendes filmben megállná a helyét, ezt teljesen komolyan mondom. Ez a vámpír? Shadow of the Empire? Ahogy olyan mennyire, hogy az. Kira's Hill. Nagyszerű. Pont egy ilyesmire volt szükségem. Szóval igen, aki lát, azt megnéztem. Angol szinkronnal. Az is úgy volt, hogy a eredetnek nézelődtem a Cyberpunk robotjába. Na ott aztán egyébként vannak nem semmi dolgok. Jaj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 
És ott ugye valaki beszélt, ja igen, arról volt szó, hogy le fogják adni a Toonamin. Az ugye, hát régen a Cartoon Networknek volt egy ilyen rovatja a nagyobbaknak való rajzfilmekről. Tehát tényleg egy ilyen felnőtt szekciója volt gyakorlatilag a Cartoon Networknek, bár amikor én néztem, akkor még nem volt annyira nagyon kimondottan felnőtt, tehát nem láttam nagyon dolgokat. Akira mindenképpen fölött abban a szempontból, hogy van benne valamennyi vér, szerencsére észszerű mértékű, meg egy csöcs villantás. Meg hát azért, tehát a koncepció meg a téma, ami alapból, amik felmerülnek benne. Tehát a csöcs villantás is úgy volt igazából, hogy a csajt meg akartak erőszakolni, és letépték a ruháját, meg pofán vágták ököllel a csajt, tehát... Ilyet tényleg jobb, ha kölök nem lát. Mondjuk talán nem 18-as besorolású, nem vagyok benne biztos, mert most azért álltam meg, mert ugye külföldön ez másképp megy. De hogy azért ez szerintem masszívan egy 16-os. Tehát egész, ugye maga az egész Akira az masszívan 16-os, de ez maga ez a felmerült koncepció, hogy mutatják esetben, hogy megpróbálnak megerőszakolni egy csajt. Hát konkrét action nyilván nem történt, meg el is verték, mint a tetves szart utána azt, aki megpróbálta. Mert a csábója az ugye odaért, de... Hogy azért szóval nem gyenge. Én nem gondoltam, hogy tényleg fogok látni, hogy ezt ilyen konkrétan mutatják élesben. Mondjuk az sem volt semmi az elején, amikor... Hát ugye ebben a... Amikor a koncepciót felvázolták.
hogy ott ilyen motoros bandák versenyeznek egy ilyen új Tokiónak nevezett városban. Persze nem erről szól, hanem ezzel indul. Így vezették fel az egészet, és az volt benne, hogy a főhős, hogy is hívják, azt hiszem Kaneda. És a csávó úgy megy a motorral, egyébként brutál durván kinéző, ilyen totál science fictionbe illő motorral. És tudod, itt tartja vasrudat a kezébe, és egyszerűen pofán csűri a rivális bandának a tagját, hogy megy a motorral és elsüt mellette. Na most az milyen tényleg, amikor száguld a 180 km per órával a motorral, és ott fejbe csűsz valakit egy vasrúddal. Tehát, hogy azt szerintem májből a hullaházba viszik, vagy nem tudom, de az... Hát az egy kicsit túlzás, de... Elég cifra sérülés lehet azzal összeszerezni. Mert meg egyébként tényleg az elején az új Tokió látképe, az szavakban nem lehet önteni, milyen zseniális volt. Jó, kicsit látszott rajta valami, hogy nem is tudom, tehát egyetlen anime, aminél feltűnt, hogy valahogy nem teljesen oké a rajzolás, vagy ilyesmi. De hogy ezt elnézem meg most igazából... Csak azért hogy mondjam... Nyilvánvaló az Akira, az egy anime, de így a tartalmát, meg így a konkrétumokat tekintve nem tekintem animének, hagyományos értelemben az Akirát. Egy frenetikus hangú animációs film, japán, és persze azért jellegzetes, de... Szóval eleve messze régebbi, mint bármilyen anime, amit valaha ismertem, tehát a... Yu Yu Hakusho ment 92-től 95-ig, Dragon Ball-t azt nem tudom. Nem, én ilyen hipster vagyok, mondtam-e már, én ilyen félig meddig hipster vagyok, tehát én se a shonen-eket nem a Dragon Ball-ból ismertem meg, hanem a Yu Yu Hakusho-ból. Igazából az alap, hogy mondjam, ugyanaz, tehát ez a eleve egy 200 részes sorozat volt, ilyen 3 meg 5 részes csatákkal. Hát most az nem ugyanaz, mint a Dragon Ball? Hát persze nyilván részletekben nem, de hogy értitek. Na, mindegy. Itt más nincs akkor, ugye? Ja. Akkor nem tökölök tovább. Catacombs? Ó, nagyszerű. És most, talán most először a sorozat történetében sikerült úgy felhoznom egy másik témát, beszélnem valami témáról, hogy közben ugyanúgy normálisan tudtam játszani. Persze, pár szívet elvesztettem, azt csekkoltam én is, de... Volt ott tartalékban egy pár. Ajajajajajajajaj, anyád, na ezt hogy? Tehát... És akkor valaki megmondja nekem, hogy nem szabad a játék? Érted? Belecsúgynak egy ilyen szobába? Ott majdnem belementem abba, meg is haltam majdnem. Atya úristen. Kész, ennyi az összes eddig haladásomat, azt így eltörölte ez az egyetlen szoba. És ez is közel áll hozzá, hogy megtegye. Aj, ne! Ó, bazdmeg, na most aztán... Most... Igen... Ó... Na most kicsúszott a sportszelet. Elég rendesen. Ó, Polyphemus. Oké. Abból eddig rossz nem származott. Abból a képességből. Nem mondom, hogy a duász, mert végig is a tűzgyorsaságot belassítja. De hogy amióta a sorozat megy, olyan nagyon rosszul nem jártam még vele, nem? És pont akciós item van, nagyszerű. Steam akció kiárusítás van. Na és ez mit csinál egyáltalán? Tehát ezt se tudom egyébként. Nem is odakoztam egyébként abban a gépben, amióta. Hát akinek van alkalma, azt tegye meg, nekem nem volt egyáltalán. És mehetünk egy belebasszhoz? Menjünk. Dihalau. Jaj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 . Viszont a strength képességgel óriási könnyeim lettek, úgyhogy le lesznek gyakva a francba. Azért szartam be egyébként most jobban, mint ami racionális lett volna, mert azt hittem, hogy csak egy szívem van megint, és elfeltettem, hogy szedtem fel egy párat még. Szóval azt kell mondjam, hogy akkor így viszont eléggé gyorsan végeztünk. Visszaszereztettem magam fullra, kaptam egy HP up-ot. Gyakorlatilag mehetünk, tehát hogy egy Catacombs-ot ilyen jól nem csináltam még meg. Sőt, ha megnézitek, 14 perc, 35 másodperc, és már ott vagyunk a death-be. Jaj, mi a fasz? Bocsánat, F-et nyomtam a izé helyett, a space helyett. Jó, hát akkor azt mondom, hogy sikerült normálisan játszani, miközben beszéltem is.
Mondanám, hogy Isten tartsa meg a jó szokásomat, de ateista vagyok. Hát félig, inkább agnosztikus, de mondhatjuk ateistának is. Úgyhogy én nem akartam ezt a kifejezést használni, főleg, hogy bármi nem istenes közmondás, az így eléggé átértelmeződik egy ilyen játékban, mint a Binding of Isaac. Igen, maga a kifejezés, hogy Binding of Isaac, az így konkrétan szerepel a Biblia angol nyelvű, valamelyik angol nyelvű verziójában, fordításában. Mert a Ábrahám és Izsák sztoriára Binding of Isaac néven hivatkoznak. Tehát, hogy ez a játék, ez vallás, jóval vallásibb, mint az ember gondolná, meg egyébként jóval elbaszottabb is, mint az bármelyik kötök gondolná. Erről meséltem, hogy láttam Redditnek a Binding of Isaac csoportjában egy ilyen képet, ami jól összefoglalta, mi a sztoria az egésznek. Azt egyszer meg kéne majd mutatni, csak mindig elfelejtem, meg most mondom, mert arra megyek inkább, hogy azért játszható is legyen a... Tehát, hogy úgy értem, hogy valami eredményt is legyek a videóimmal. Mármint, hogy a játékban. Anyád! Na, erre nem készültem fel. Azt hittem, hogy csak így maszkerálni fognak, épp gondolkodtam, hogy miért nem mozdulnak. Új, atya úristen. Most tudom, ezeket mióta nem láttam már. Na igen, szóval Akira, igen, az, azt néztem meg magamtól, az első osztályú. De egyébként mitől jön ki egy szívecske, hogyha izé? Ja igen, gondolom akkor azt csinálta az az akcióson Steam-en vásárolt Tesco gazdaságos Hannah Montanás táska. Nem, az nem Hannah Montanás, nem, az... Hát ez ilyen barna volt és bőr. Gondolom legalábbis, szóval az emetett Hannah Montanás. De akciós volt, és Steam-en vásároltam, mert... Hát az egy akciós volt, igen. De... Ja, gondolom, akkor azt csinálja ezt, hogy mindenféle szarpotyog, amikor megsérülök. Aj! Aztán persze ezt a fél szívet meg tartsam meg. Ezt a fél fehér szívet, mi? Hát mondjuk tényleg abban ítél, hogy a Polyphemus képességnek hála. Ugye a nem, ez nem a teratoma, ez a fisztula. A fisztulákokat így egy lövéssel gyakom le. Na, végül is erős lettem. Tehát igen, szóval valamilyen szinten mondhatjuk, hogy a Polyphemus az egy aduász, mert eléggé felkúrja az erődet, de... De nem. Tehát, hogy mondjam, nem ingyen. Csak hogy mondjuk, hogy mondjam, arányaiban többet ér az az erő, amit adott, mint a tűzgyorsaság, amit elvett. Ez az X-ray vision, ugye? Aha. Zsír. Na és ez a bizarr, tehát igen. Néhány bugot láttam itt ugye, a képességek megjelenítésével kapcsolatban. Ugye mivel nem lehet ennyi itemre egyenként megcsinálni, akkor hogyan néznek ki úgy Isaac, ezért azt csinálták, hogy a képességhez tartozó változás az így megjelenik, kirajzolódik, és arra rárajzolódnak az újabb és újabb képességek. Ez akkor furcsa, hogyha mondjuk szemüveged van, és arra veszed rá a kidüllett szemeket. Ott egy megjelölt kő. Fasza. Ez most nagyon jó, nagyon egészségesen jól esett. Szóval igen, néha van ez a bug, amikor a kidüllett szemeket veszed meg a szemüvegre, akkor ott ugye eléggé kilóg, meg átlátszik, meg mindenféle szar, de itt például kiváló. Már majdnem humoros volt az egy szem, és arra rá van téve a kétszemes szemüveg. Zseniális. Ja. Meg most nem is volt annyira vészes. Ez úgy elmegy. Na, mit akartam én mondani? Valamit mondtam még az Akiráról, nem? Valahol már mondtam minden nagyjából, egy egészen kiváló skifi. Ó, és egészen lett a szív, nagyszerű. Zseniális, cool. Nem hiszem, én azt mondom, hogy ha valaki animelnes, akkor is nézze meg, mert az kb. Az a, majdnem egy kategória a Ghost in the Shell-lel. Abból csak egy ilyen modernebb izét láttam, de láttam képeket, hogy az hogyan nézett ki. Meg ugye hallottam azt, hogy az inspirálta a Matrixot. Úgyhogy innentől kezdve... Ja, nem nagyon tudok egyetérteni az anime utálattal. Mondjuk az egy külön videót megérne az a téma, de én nem akarok itt beszélni róla, mert egyrészt komoly, másrészt meg negatív téma alapvetően. Harmadrészt... Nem, de igen, egyrészt komoly, másrészt negatív, harmadrészt meg vélemény alapú, nagyon is. Ó, és meg egy Devil Room. Ó, és egy fehér szív, nem fehér, hanem kék. És egy Devil Room is. Ó, persze, a Krampus kapok, hát fogjuk rá. Szódával elmegy, tényleg. Hashtag napi Note 32.
És csak egy Lamp of Cold kaptam. Krampus ettek jó jött volna pedig. Jó, annyival mondjuk jobb a Bob's Rotten Head, amit egyébként méltatlanul kevésszer használtam. Hát ma még úgy aránylag jó, de általánosságban méltatlanul kevésszer veszem fel. Annyiban jobb, hogy egy bombát pótol. Meg jobban, igen, nem csak az, hanem hogy jobban irányítható. Mint a bombák maguk. Amik simán elsodródhatnak. Bob's Rotten Head meg nagyjából ott hova fog repülni. Néha aláfölé, mellé megy, meg ilyenek, de az határeset. Oh, Envy. Az irítség. Na, az kicsit necces lesz, bár ahogy látom az erőmet, nem. Jó, végül is nem tudom. Tehát még mindig bosszant az, hogy olyan képességgel fogok nyerni, amit már vettem fel 600-szor. A sorozatban is korábban. I'm a fire in the laser, nem kell, köszönöm. De kedves gesztus. Jó, ez, igen, fú. Na itt örülök, hogy egész erős lettem. Belegondoltak, ez például bossként szerepel a basementbe, meg a cellarbe, és most hogy legyakom? Ugye általában, mire eljutsz a devszig, mennyire leszokta gyakni az ilyeneket. Milyen könnyen. Nem? Tényleg mi vagytok vele? Na igen, szóval tényleg a király visszatérve, hogy alapvetően van benne valami kis skiffi is, nem csak cyberpunk, mert nyilván benne van az, hogy lehet szarul is élni egy technológiailag fejlett világban, de tényleg maga Neotok jó látképe, az egy kőkemény vastag skiffi. És itt most egy kört tettem, jól látom? Tehát csinál kört is generálás közben? Tehát, hogy körbe lehet menni? Ez meglep mondjuk. Nem tudtam. Mert például az eredeti Binding of Isaac-ben egyáltalán nem csinált kört. Azt hiszem. Hát jó, még előfordulhatott. Igen, előfordult a nagyobb pályákon a Wrath of the Lamb-be később, ugye? Ó, még egy fél színmetszerű. De a katedrál is ilyen lesz egyébként? Mert kicsi sötét, de akkor jó lesz. Ja, meglátjuk. Nem igazából, nem akarok fasságot mondani. Lehet, hogy színvilágban jobban preferálom a Wrath of the Lamb-es katedrál, de Cathedral, egyébként rendes kiejtéssel, azt hiszem. De a feelinghez gondolom, tehát az tehát hogy sokkal ambientebb legyen, sokkal jobban passzol ez a kékes árnyalat, amiben benne van kicsit az árnyék maga is. Hé, voltam egyébként item roomban most? Mindig elfelejtem. Elvileg nem, mert olyan messze nem tudtam megjutni. Ja, még nem voltam, oké. Hát akkor hajrá. Item room nélkül el nem megyek innen, sőt most shop nélkül sem. Hát igen, főleg is, hogy megkapok pénzt is. Na, szóval mondom még egyszer, a látvány miatt az Akira az elsődlegesen talán skifinek is nevezhető. Tehát hard skifinek, mondom, az a látvány az zseniális. Aztán persze tényleg, hogyha mondjuk körbenézel akár egy olyan szép városban is, mint Pécs, akkor rájöhetsz azért, hogy hiába szép a város, azért nem, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy most akkor ott minden happy. Nem, azért mondom csak ezt így, mert... Távirányítású bomba? Ja, nem, akkor inkább a Bob feje. Egyértelműen. Vagy nem? Most nehéz kérdés. Ám várjál. Most nagyon fontos döntés, hogy gondolkodnom kéne. Bombából van sok. Ja, bomba, igen, mert abból tudok elszobába használni többet is. És most éppen van annyim. Ez meg pont... Jaj, ne! Na és ezt hogy kerültem volna ki, értitek? Undorító szar geci. Elvesztettem a izét is, a fél szívet, a fél fehér szívet. Fúj, utálom ezeket a kis szarháziakat. Ja, lányeg, a shopot meg kell keresni, igen. 23-mal azért csak bemegyek oda. Na, tessék, igen, tehát ez a Polyphemus kombinálva a... Mi az ezzel a... Worm trinkettel, most elfelejtettem mi a neve. Konkrétan. Ez a kombináció az egész powerful, mert megadja a lehetőséget, hogy éppen lőhess még erősebbet is. Például a Polyphemus így is eléggé felsúrja az erejét, ugye? Azt már beszéltük. Azóta azért mondtam csak ezt a dolgot a városokkal kapcsolatban, mert én például a kis gyerekkoromban meg voltam veszve
a városokért, a nagyvárosokért, mert tényleg ahol én felnőttem, Dombóvár az, az is egy városnyár, de rettentően kicsi. Tehát abszolút kis harsi feelingje van, de én kicsit ilyen megalomá... Na végre, nem tudom, mi ez a szar! Bogó bumps. Egy plusz egy bomba. Jó. Akkor majd éppen viszont elajándékozom. Szóval mondom, igazából nem azt mondom, hogy nem szép város, mert tényleg szép, gyönyörű kis város, meg minden, csak... Soha nem szerettem igazán itt lenni, na. Mondjuk ennek ez embereken múlott inkább, a környezet az maga egész jó, csak mondom kicsi. Meg valamilyen szinten talán megalomániás vagyok, és imádtam az ilyen nagyon nagy látképeket, városokat. Engem például a Kaposvárt is, aztán ugye megtudtam, hogy ott azért nem fenék itt tejfel minden. Pécsen dettó, csak azért ott azért, szóval van méltbeli különbség Kaposvár és Pécs között. Ezt azonnal mondom magasilag, akik a Tiszántúlon élnek, nézők. Egyébként biztosan tudom, hogy nézze a videót, és kaposvári. Vagy környéki. Mondjuk Kaposvárról ismertem összesen, ismerek összesen három embert, aki valaha YouTube-ban aktív volt. Igazán aktív, egyikük se volt nagyon. Viszont ami viszont nagyon durva az egész tényben, hogy ezek között az egyik az a... Volt barátnőm öccse. Ami azért vicces, mert a... Volt barátnőmet ismerem max... egy-másfél éve. Öccsét meg 4-5 éve, tehát az ugye elég durva. De speed up, és akkor részemről megyek a bomba. 26 percnél, tehát... Bazd meg, jobban megcsináltam, mint az előző részbe. És akkor is mondtam, hogy milyen szépen, milyen gyorsan megcsináltam, eljutottam bomba. És erre itt vagyok 26 perc, 45 másodpercnél. Most. És ez már bomb? Jaj, nem vettem észre, igen, a rohadt térdel, ezen az undorító vörös szarságon nem vettem. Ez most gonosz volt. Rohadnál le ott, ahol vagy a pokol tüzén. A sátán seggyükának a kellős közepén. Ráadásul azon belül is, igen, ott, mert nem vettem észre ezen a piros háttéren a villodzó piros trutymot, amit az a kis keci húz. Jó, most ez inkább volt az én balfasságom persze, tehát csak azt akarom mondani, hogy ezt most nagyon benéztem, mert egy pillanatra elakadt a figyelmem. Mindegy. Egy robbantható láda, oké. Okay. Egyébként... Ja igen, ezt nekem detonáltatni kéne. Reusable flyhive. Az se utolsó. De az csak szobánként egyszer... Ja. Vagy várjatok, most komolyan. Bomba fontosabb, vagy a szövetségesek? A szövetségesek. Várj, biztos? Legyen biztos, nem akarok állandóan cserébe élni, mert a végén semmi nem fog menni. Tehát, hogyha mindig mindened van, akkor soha semmit nem használsz ki igazán. Tudtam viszont a szuper titkos szoba is. Mi volt az? Ja, rendes pókok, sima pókok. Köszönöm. Ezeken is egész erős vagyok, azt nézem egyébként. Itt amíg a sátásra lesz fészes. De a katedrális viszont az lenne. Én azt mondtam, hogy vágjátok, hogy ezek a kis senki háziak, akik ide vannak kikötve, ezek egy idő után elszabadulnak? Elszakad a köldök zsinór. Ja, de itt a bosszok ki, akkor be is megyünk. A halál. Ott még a padló is bombos volt, ilyen vörös. Ja, már le is szállt a lováról. Hát akkor ezt kicsináljuk gyorsan, mert Ja, ott megsérültem valahogyan. Ja, az nem volt jó, de ez jó lesz. Úgyhogy azt mondta, az egyik bomba lekapta. Egyik bomba lekapta a lovagot is. Vagyis a lovat is. Most már mindegy, így is úgyis megdöglött, tehát ja. Ja, értem! Aha, erre való a rottapasz gömb. Mint a meatballt. Ki lehet tartani bandage girlt is. Atya úristen, na. Igen, szóval azt kell mondjam, hogy hiába volt az elmúlt 10 végijátszás rettenetesen béna, azért ilyen dolgokért, mint a Sarmen, meg például ez is, hogy ki lehet rakni a Bandage Girl-t, ilyenekért megérte végül is. Főleg az ilyen reakciómért, tehát hogy ez inkább kellett volna, mi az, facecam, majd lássátok az arcomat milyen volt. Anyukádat.
de gyorsan felpozoltam a hiányosságomat. Oh, és egy Two of Clubs! Egy Two of Clubs, pont amikor van 19 bombám, az frenetikus gyerekek. Ezt be is vetem majd hamarosan. Én nem meg kimenekülök rögtön. Ó, hát akkor persze. Ezért fölöslegesen elpazarolni kettő szívet ki és be, ugye? Mondjuk ez is egy elég elbaszott kombináció, tehát a mozgó Woody Junior, a szintén mozgó mini holóak ellen. Atya úristen, beteg. És a holó szerelmeset, és szerintem az a darálta lett le a Gurdi Juniort. Wow. Na ez a Gurdi sor. Igen, ez Gurdi sor. Azt kell, hogy mondjam, igen. Bármennyire számlámas szó vicc, erre most tényleg azt lehet mondani. Bob's Brain. Ah, ja, igen, oké, oké, jó, jó, jó. Megvan. Tehát Bob végül is nem tűnt el soha. Én csak tényleg néha csinálok, gyerekek, én tényleg csak néha csinálok ilyen nagyon OP meccseket, de akkor az a tényleg OP-k. De sokan nem is mondtam, hogy itt van a Shadow of the Vampire, ami megmenti az életemet már nem is tudom hányszor. Főleg, hogy ez a szar... Ja, és akkor ilyen még... Na, nem tudom beszélni normálisan! Az is OP volt igazából önmagában. Hogy itt ez a... Jaj. A franc vigyen el! Meg a rohadás. Szóval az ember! Mori, tudjál beszélni! Szóval az volt az OP, még ráadásnak, hogy azt az óriási rakás szart, ott éppen szépen gyönyörűen lehúzta ez a csík, amit húzok. Lassította, úgy értem. Visszatartotta ez a csík, amit húzok. Ez a... Ami a... Ebből a... Mi az? Ebből a pózsákból jön. Úgyhogy zseniális. Még ez is olyan volt, hogy alig-alig használtam ki. De azt tagadhatatlan, hogy a zombik ellen jól jött. Dugd már elő a pofádat, anyád! Úgy, köszönöm. Szupertitkos szoba? Lehet, hogy az. Mert egyébként imádom, azt akartam mondani, hogy amikor griddel harcoltam, hogy annyira imádom, hogy most már a titkos szobában is olyan sokféle van. Például nézzétek, most itt vagyok gyakorlatilag egy Sheol roomban. Volt egy Cathedral room is, volt Womb room is. Nyilván Catacomb room vagy ilyenek azok nincsenek, mert az nem annyira érdekes. Inkább látványosabból csinálnak titkos szobákat, szuper titkos szobákat. De a sima titkos szobában is egyébként frenetikusan sok van. Jaj. Ott mint a fel... Ja igen, felrobban egy idő után magától. Igen, most kicsit elcseszegettem. Tudom. Nem vagyok, nem fogom hagyni veszni ezt a meccset. Azért két és fél szíve már azért mindenképp megcsinálom, ó. Ja, ez most szerelmes lett belém. Anyám szíve belém zúgott. Egyem a szívét. Vagy nem is tudom, már mit lehetne mondani, mert ez annyira beteg. Tehát egy mamsz hátnál elérni azt, hogy izé szerelem. Jaj, ne, ezt tényleg ki fog csinálni. A kurva életbe. Jó, ott van még több szív, oké. Gyerekek, visszahoztam magam két és fél szívből három és félre, vagy négy és félre, vagy olyan tudja mennyi az. Aja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 j, másfél szív, másfél szív, nehogy itt kicsináljon nekem, mert nem tudom mit csinálok. És megcsináltam. De vírum nincs, de hát menjen a halál most sehol, az biztos. Mindjárt azt, hogy 33 perc, 33 másodpercnél. Jó, hogy volt egy kis beakadás most, azt mondjuk figyelembe, de kereken 33, megcsináltam a bombot, végre, valahára, újra. Lássuk, mi a negyedik item, amit állokolok, vagy hányadik, harmadik, negyedik valahogy. Ja igen, a ruhafogas. Figyelem! Jumpscare! Ide vártam volna egy kis vért, hogy valami durvábbat, hogy a szeméből áll ki, értitek? De jó volt az is. Hány gyerekek, tényleg ritkán van OP meccsem, de akkor az tényleg OP. 40... És a 33 perc, 33 másodperc alatt megcsináltam. De másokon meg ilyenkor basszakodok ott még a... Mom killnél. Mondjuk azért sietnem tényleg kéne, nem most már érdekelne a Shreod is behatóbban. Mondjuk az annyira talán nem, inkább csak a Void. De a Cathedral, az is rá kéne. Ja. The Wild Code Hangar has appeared in the basement. Úgyhogy végül is azt kell mondjam, hogy egyébként sikerült a PAX széria vége. Akár is hatna az epizód címe, bár itt jobb lenne lefesteni. Ja, valami. Szóval a Gurdi sor az teljesen helytálló. Igen.
Úgyhogy ja, aki nagyon-nagyon-nagyon unta már, hogy... Nem, az a baj, hogy abból a címből nem jöttök rá, most megcsináltam végre. Egy erősebb. Aki tényleg érdekel, az megnézi akkor is, hogyha... Ha elcsesztem. Ja. Mindegy. Marketingon nem vagyok annyira jó úgyse, szerintem ez a gurdi sor mindenképpen valami, valakit odavonz, mert szóval egy nagyon fárasztó szó vicc. Az Ankh legendáját meg nem tettem be címbe, szóval nem vagyok egészen komplett. Anyám szíve belém zúg... Igen, az tökéletes az. Anyám szíve belém zúgott. Az tökéletes. Az tökéletes, igen. Na minden, mindazonáltal nem akarom tovább húzni az időtöket, meg itt megint játszani a semmit, hanem azt kell mondanom, hogy végre sikerült és happy vagyok, és most azért állok itt, mint a faszalakodalomban, itt csöndbe. De hát egyszer el kell búcsúzni előbb-utóbb, úgyhogy tényleg köszönöm a figyelmet. Hogyha tetszett a videó, akkor lehet lájkolni, kommentálni, és még több ilyen videója pedig lehet feliratkozni a csatornámra. Facebookon meg lehet találni a Katamari Entertainment Facebook oldalon, kontaktolni, meg mindenféle érdekes posztért. Meg van a Katamari Kör Facebook csoport is, ahol meg retardálkodunk nagyon nagyba. Leszisz nagyba. Lehet akkor követni Twitteren is, fenn vagyok Steamen is. Ott fogom majd tolni a Rebirth-ot, hogyha végre tudok steamezni. Mindegy, most miért nem tudok, de nem tudok. És van a Tumblr is, ami frissül akkor amikor. Még egyszer köszönöm a figyelmet, legközelebb találkozunk. Addig is. Sziasztok!